tartom a kezemben azt a vállalkozási szerződést, amelyet a közbeszerzési eljárás mellőzésével köttettek, és méghozzá 2018-ban ugyanazzal a céggel, amely a védettségi igazolványt gyártja jelenleg. Ugye ez az állami nyomda, tehát az AN biztonsági nyomda nyilvánosan működő részvénytársaság. Ez a korábbi állami nyomda, amelyet ugye privatizált Erdős Ákos Gyurcsány Ferenc korábbi üzlettársa, és 2018-ban arra kapott megbízást a kezemben lévő vállalkozási szerződés szerint a NISZ-től, tehát a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zárt körűen működő részvénytársaságtól, tehát magyarul az államtól, hogy idézem, biztonsági okmány előállító eszközök üzemeltetési feladatainak ellátására összesen 2,4 milliárd forintból szerezzen be úgynevezett biztonsági nyomtatókat. Ezek jelentős részben az okmányirodákba kerültek. És ugye ennek az egész ügynek az a rendkívül érdekes részlete, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság egy határozatával tette azt lehetővé, hogy a közbeszerzést megkerülve kössék meg ezt a szerződést. Tehát itt nem csak az államnak, nem csak a kormánynak a felelőssége, hanem a Nemzetbiztonsági Bizottságot irányító Jobbik felelőssége is felmerül, hiszen ha én rögtön észrevettem, hogy itt valami nem stimmel, akkor azt gondolom, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságnak is észre kellett volna vennie, ugyanis fénykép felvételek szerint ezek a nyomtatók, ezek valójában nem biztonsági nyomtatók, hanem sima otthoni nyomtatók, amelyeket később átalakítottak, megbuheráltak egyébként éppen a NISZ szakembereinek, nyilván a belső elhárításnak az észrevételeit követően alakítottak át, valószínűleg szintén újabb állami pénzből, és az átalakítás ez banánköztársaságokra jellemző módon történt, hiszen például leragasztották a szkenner fedelet, vagy például szigetelő szallaggal ragasztottak hozzá egy kulcsot, vagy hogy mondjak még egy példát, ugye ezek az otthoni nyomtatók, ezek wifi csatlakozással, USB csatlakozással, SD kártya csatlakozással rendelkeznek, ugye ez biztonsági nyomtatók esetében, nemzetbiztonságilag is kiemelt intézmények esetében ez óriási biztonsági kockázatot jelent, úgyhogy fogták, leragasztották ezeket a csatlakozási pontokat, illetve, hogy az előbb mondtam, felszereltek egy dobozt, ami kulcsal nyitható az otthoni használatra készült nyomtatókra. Megnéztem az árait ezeknek a nyomtatóknak, ezek Canon, illetve Samsung nyomtatók, ezeknek a bolti, tehát beszerzési ára, ez töredéke annak, ami itt ebben a szerződésben szerepel, tehát ez azt jelenti egészen konkrétan, hogy 6-8-szoros ára van a szerződés szerint ezeknek a nyomtatóknak, amelyeket így a boltban beszerezve fillérekért meg tudtak vásárolni. Ez azt jelenti, hogy a 2,4 milliárdos beszerzés, amit ugye még egyszer mondom, a közbeszerzési eljárást megkerülve szereztek be, és erre a Nemzetbiztonsági Bizottság határozata adott lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy a 2,4 milliárd forintnak a jelentős részét ellopták. Ezért a mai napon büntető feljelentést teszünk, méghozzá költségvetési csalás, illetve sima csalás gyanújával. Nyilván majd a nyomozó hatóságok eldöntik, hogy pontosan ki a felelős, és hogy mi történt ebben az ügyben.